A VOSZ megyei szervezete az éves közgyűlést összekötötte egy vállalkozói fórummal, ahol meghívott előadók beszéltek a vállalkozókat leginkább érintő és érdeklő témákról. Beszámolót tartottunk a 2013-as év tevékenységéről, tehát a VOSZ Kamára Mesztelen megyei szervezete számolt be a tavalyi év munkájáról. Igazából az volt a lényege, hogy az évek során átalakult az érdekvédelmi munka a VOSZ-ba, tehát megszűntek azok a korábbi fórumok, ahol tagként vettünk részt, és ugye közvetlenül szavazatunkkal befolyásolhattuk az eseményeket. Most inkább közvetett módon kerül erre sor, az, hogy megfelelő kapcsolatot ápoljunk a kormányhivatallal, vagy azokkal a szervekkel, akik a vállalkozásokkal kapcsolatban vannak. Tehát inkább arra szorítkozik a tevékenységünk jelentős része, hogy meghívjuk őket a fórumainkra, és azokról a közös dolgainkról beszéljünk, tehát éppen most itt van a NAV megyei elnöke, akkor itt van a munkaügyi felügyelőség igazgatója, a munkaügyi központ munkaügyi felügyeletének az igazgatóhelyettese, hogy azokat a szakmai tapasztalatokat átadják, amit az ellenőrzés során a vállalkozóknak fontos tudni, tehát ezzel is segítve a munkájukat, hogy a jövőbe könnyebben tudjanak ilyen problémákba eligazodni. Ezen kívül ugye nagyon fontos dolog azokat a rendezvényeket, ami a VOSZ nevéhez köthető, tehát többek között ugye a Prímadíj rendezvény, és örömmel jelenthetem be, hogy a közgyűlés elfogadta azt, hogy az idei évben is megrendezésre kerül, immár 10. alkalommal a Komárom-Esztergomi Prímadíj átadása, ami október 30-án lesz, szintén a Jászai Mari Színházban hasonló keretek között. A Vállalkozók Országos Szövetsége érdekvédelmi tevékenységéről Dávid Ferenc főtitkár beszélt. Miután Magyarországon a társadalmi párbeszéd legmagasabb fóruma, a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs szervezete, ez gyakorlatilag az elmúlt másfél évben nem nagyon működött. Talán kivételként említhetem a minimálbér tárgyalást. Tehát nagyon nehéz úgy egy viszonyról előjelet mondani, akár plusz, akár mínusz, hogyha a felek nem találkoznak. De ez önmagában az én felfogásom szerint egy negatív, egy rossz hír, és azt gondolom, hogy ha túl vagyunk az áprilisi eseményeken, akkor ezen biztos, hogy változtatni kell, mert megítélésem szerint az nem mehet tovább, hogy Magyarországon a gazdaságpolitika, és számunkra ugye vállalkozói szövetségként a gazdaságpolitika a legfontosabb, hogy a jövendő gazdaságpolitika a vállalkozók, a munkaadók nélkül menjen, és döntsenek helyettünk, és döntsenek a fejünk felett azokról az ügyekről, amik számunkra rendkívül fontosak. A Vállalkozói Fórum végén Bokros Lajos EP képviselő tartott előadást, Merre tart a magyar gazdaság címmel.